Ma már talán kevéssé közismert, hogy a püspökladányi mozi története egészen az 1910-es évekig nyúlik vissza. Az első mozgóképszínház a Bocskai utca 6 szám alatt működött, majd rövid ideig a Rákóczi utca 58 szám alatt az egykori Royal vendéglőben kialakított debreceni mozgó látta el ezt a funkciót. 1926-ban aztán megépült, és egészen 1993-ig működött a Rákóczi utca 5 szám alatti Békefilmszínház, melyet végül 2004-ben bontottak le. Klenzner Józsefné Szabó Viola 1972-től a megszűnésig dolgozott mozigépészként a legendás Ladányi Filmszínházban, majd annak bezárása után a Művelődési Központ színháztermében kialakított moziban folytatta hivatását. Viola nénivel egykori munkahelyén ültünk le beszélgetni a helyi mozi sok évtizedes történetéről. Mikor a szüleim ide kerültek, apukám volt, megkérték Debrecenben a Hajdú-Bihar megyei moziüzemi vállalat, hogy vállalja el a püspökladányi mozinak az üzemeltetését, és akkor ő úgy lett itt mozis, és átalakították a mozit, mert nagyon le volt romolva, és utána nem sokkal anyukám is idejött, ő mint gépész dolgozott, aztán apu az üzemvezető lett, anya meg a gépész, én meg megint gépész voltam. Elvégeztem egy ilyen tanfolyamot, ami olyan 2 év körülig tartozott körülbelül, mert muszáj volt, ma nélkül nem lehetett vetíteni, és ennyi. Az ezredfordulóig a DVD megjelenése, de főleg az internetes letöltések előtt a mozinak a mainál jóval nagyobb jelentősége volt. Moziba járni, az adott filmet nagyvásznon megtekinteni élményt jelentett, így a vetítések rendszerint teltházzal zajlottak a 300 férőhelyes filmszínházban. Nagyon sokan jártak moziba, rengeteg előadás volt. Úgy vetítettünk, hogy délután, vasárnap például 9-től 3-tól, 5-től meg vagy 7 vagy 8-ig a téli idő számítástól kezdve, vagy tél vagy nyár volt, de nyáron általában 8-4, 6 és 8-kor betítettünk. Hát mindig nagyon sokan voltak, mert pláne ezek a filmek, amik még most is mennek a tévébe, ezek már nagyon-nagyon régi filmek, én is vetítettem őket nagyon sokszor, és nagyon sokan voltak. Hát szinte jegyet nem lehetett rákapni, olyan sokan voltak, és jól ment a mozi. Akkor utána voltak ezek a szervezett előadások óvodának, középiskolának, alsó tagozat, felső tagozat, így voltak kötelező filmek, amit így kellett nekik nézni. És voltak bérletek is, amit kivittek ilyen gyárakhoz, mint a fatelítő, gombgyár, meg hát a gyárakban tulajdonképpen, és akkor megvették, és akik megvették, azok ingyen jöttek vele a moziba. De hát olyan filmeket, ami kimondottan ilyen történelmi filmek voltak, vagy hát csak ilyen, azok nem kimondottan szórakoztató, meg szovjet filmek voltak nagyobb részt, ami úgy igazán nem ment, mert azt nem nagyon szerették annyira, de azért csak voltak mindig annyian, hogy hát elment. De amúgy a rendes film, az ment. Rengetegen voltak mindig. Sorvállás volt érte, nagyon sokan voltak. Hirdetni se kellett, semmit se. Elég volt, hogyha Bud Spencert meghallották, meg Louise Funét, meg Belmondóékat, már mindjárt rengetegen voltak. Mintha jönnék dolgozni. Ezt kinyitottam. Bekapcsoltam. Ilyenkor üzemmel, a gépek ilyenkor vannak üzem alatt, áram alatt jobban mondva, és hogyha vége van a mozinak, akkor ezt így lekapcsoltunk. A vetítőgépek működtetése alapos szakmai felkészültséget és hosszas előkészületet igényelt, emiatt a mozigépész munkája már órákkal az első vetítés előtt megkezdődött. Általában a vetítés, mikor elkezdődött, előtte 2 óra hosszával be kellett menni, mert ugye szalagos film volt, és még nem volt ez a biztonsági film, és nagyon sok volt rajta a ragasztás, és azokat át kellett nézni, mert a filmek úgy jöttek, hogy a nagy filmes dobozba benne volt 5-600 méter volt egybe, és volt ilyen orsó, amivel így rátettük a fél részét, visszahajtva, és akkor úgy feltenni a tekercselőgépre, áthajtani,
és aki gyárt kellett vizsgálni, ragasztás, hogy kültörés, meg ilyesmi nincs benne, mert hogyha véletlen a kültörés nincs így kivágva, akkor az elszakad. És azért volt filmszakadás olyankor, mert ugye a gépész nem nézte meg, mert nem csak én vetítettem, hanem volt más is. És ezt átnéztük, akkor utána a gépeket, mikor rendben volt a film, a doboz volt egy ilyen asztal, amiben számozva volt, és akkor rajta volt a filmen, hogy melyik kópia melyik, és akkor azt be kellett rakni a helyére. Na most minden filmnek a végén volt két ilyen fémcsík, amire az elsőre sípolt a gép, a másodikra váltott a gép, indította a másikat. Nem kellett külön oda menni hozzá, mert egy R600-as automatával ment a gép. És ezt egy nagyon régi debreceni mozi üzemvezető találta ki ezt az automatát, Robar Erbér, a Remán szegény nem ért, mert ugye mindig az volt, hogy kifutott a film vége, meg minden, és akkor így megoldották, és ő ezt meg is tervezte, és meg is csinálták ezt az automatát, majd megmutatom, hogy melyik az. És akkor utána, amikor felszedtük, át kellett törülgetni a gépeket, vagyis így a görgőknél, meg lámpa, meg ez az minden, mert nagyon poros tudott lenni, a képkapukat kinyitni, a kapubásonyt fogkefélvel így ki kellett porolni, és utána, amikor rendben volt, akkor a filmet behoztuk, befűztük, és akkor még szünet volt minden, addig vártuk az indítást, és akkor ilyen gomnyomásra indult is. A nézőtéren lévő hangfalok ide voltak felszerelve ezekre az oszlopokra, 8 darab volt. A vászon előtt, vagyis mögött, ott volt középen egy nap, meg két kisebb, hogy ezt a térhatást jobban adja. Vetítés után, amikor lementek a filmek, egy tekercsfilm, akkor ilyen fél, úgy hívtuk, hogy fél orsó, az leszette a filmet, azt így mind a kettőt így meg kellett fogni, hogy le ne essen, mert akkor szétomlik a film, attól az meg ott borzalmas lett volna, és levesszük, és akkor a fémdobozt ráraktuk, az így vissza, hogy a film csak magában maradjon benne, és utána bedobozoltuk, és minden tekercsnél ugyanez volt. Mikor hozták a filmet, akkor is így magába jött, és akkor is ugyanígy volt, hogy a fél orsót rátenni, visszahajtani, a tekercs előre rárakni, és akkor így, hogy hívják, fel kellett szenni, meg mondom, át kellett vizsgálni a filmet, mert volt olyan ugye mozigépész, aki más faluból volt, aki nem igazán tudott ragasztani, az akkora félképet ragasztott, hogy borzalom, és azt ki kellett venni. Na most egy ilyen filmdobozokban azért voltak ezek a filmek olyan sok, mert egy felvételből 25 képkocka van, amit csak egyet látunk, ugye? És azért volt az sokszor, hogy nézték, amit az húf, úgy ugrott egyet, azért, mert már elfogyott a 25 képkocka, mert ugye ilyen nyírbálták. És így, ahogy leventek a filmek, meg minden, akkor utána bedobozoltuk, és akkor a filmszállító elvitte az állomásra, mert meg valamikor úgy kellett kivéni, utána volt már az, hogy a postára adták fel, meg személyszállítással történt, amikor már a nagy mozdi bezárt 93-ban. Hűvebből letölt egy darab. Ez veszítette a széles vásznú filmeket. Most erre azért van az egyes, mert minden gépnek meg volt határozva, hogy melyik optikát tesszük be. És ez ide való volt, és ez a széles vásznú. Ez a kisebbik, ez volt a takarásos, ami nem teljesen ment végig a vásznon, hanem csak olyan majdnem végig, ilyen kicsi, ilyen belül, ezzel volt mindig befele. A normál optika az meg már nincsen meg, mert az meg ilyen kicsi volt, mint ez. Hát ilyen lényegesen ilyen kisebb, de azt nem használtuk, mert a takarásos, van ez a középméret, vagy pedig a széles vásznú volt. Ez ennyi. A helyi mozi naprakésznek számította maga idejében a filmek vonatkozásában. A tekercseket előre meghatározott lista szerint kapta meg a város a Hajdú-Bihar megyei mozi üzemi vállalattól. És látogatottság terén is élen járt a megyében a Béke Filmszínház, mondta el Viola néni. A Hajdú-Bihar megyei mozi üzemi vállalat forgalmazta, és hát olyan a nagyobb mozik közül elsők közt voltunk, mert nagyon jól ment a mozi, mert 4-szeres aranykoszorús volt a mozi annak idején, még apukám idejében.
És hát az elsők közt voltunk, kaptuk úgy, hogy Újfalutól, szóval ilyen nagyobb mozitól, Debrecen, Meteor, meg még a Vígmozi működött, meg minden, és akkor mink meg szintén egy ilyen nagyobb moziknak, mint Nádudvar, meg mit tudom én, itt a környékbeli. Volt, amikor kisebb helyre is ment, hogy Báránd, meg Szoboszlóra is küldtünk, meg ilyesmi. Hát az változó volt, mikor, hova, mert Debrecenben volt a onnan kaptuk a listát, hogy hova kell küldni, honnan jön és hova megy. Ezt mindig úgy kaptuk, és ez azt szerint kellett betartani. Ez itt a képkapu. Ennek itt világítani kellene, de nem világít, mert nincs benne semmi. Így. És ennek itt ilyen huroknak kell lenni. Akkor ez így. Tovább. Akkor így. És még ez így nézett ki, alahol, így. Így, és akkor az optika így volt rátéve. Ez így, ezt becsuktuk, és akkor ez így ment a vetítés. Így futott ki a film, és akkor ilyenkor megállítottuk a gépet. És akkor innen kivettük, kivittük erre a tekercselőre, áthajtottuk elejére, és akkor utána a következő vetítésnél ugyanígy feltettük, ugyanígy, ahányszor kellett egy előadásba vetíteni, ezt ugyanígy kellett végigcsinálni. A vetítőgépek egyik legfontosabb, pótolhatatlan tartozéka a xenon lámpa. A hagyományos filmvetítőkben ugyanis ezt a fényforrást alkalmazták. Működtetése külön szakértelmet igényelt, mivel könnyen felrobbanhatott és jelentős anyagi kárt, sőt adott esetben súlyos sérüléseket is tudott okozni. Ha a xenon lámpa meghibásodott, a vetítés is félbeszakadt. Amikor a xenon lámpa felrobbant, olyankor, akkor nem lehetett vetíteni, akkor egy géppel vetítettünk, és vetítettem, és akkor olyan volt, hogy minden tekercs után meg kellett állni, akkor be kellett fűzni, szóval ahányszor, ahány tekercs volt, annyiszor álltam meg, fűztem be, mert amikor a szenonlámpát ugye azt úgy hozták ki Debrecenből, ott hivatásos szerelő volt, minden hónapban jöttek a gépet karbantartani, szóval egyedüli egy probléma csak ez volt, amikor a szenonlámpa szétment, az pedig nagyot tudott szólni. Úgyhogy, és hát baleset veszélyes volt, mert összetölte a tükröt, mindent benne, és teljesen újat kellett belehozni. És a filmnek a vetítésénél meg az, hogy különböző optikákkal vetítettünk, volt a normál, a takarásos és a széles vásznú. Még most is meg tudom mutatni a tévében, hogy mikor vetítnek, mivel. Milyen régi szokás. Meg mikor vált a gép, még azt is látom. Amikor bekapcsoltuk a szenonlámpát, ez elszívta itt a lámpának a illatát. Ez a ventilátor hűtötte a szenonlámpákat, a rossz levegőt, vagy hát az elhasználtot itt vezette ki. Ezen meg a óra van, ami a szenonlámpának az idejét számolta ezni. Ez volt mindig a mérvadó. És akkor olyan, hogy most nem látom a szemek nélkül, hogy mennyi, de annyit. Ez meg az amperje volt mindig itt középen, hogy meglegyen a teljesítmény. Ezek meg a biztosítékok voltak, hogy minden menjen, így kapcsoltuk be. Most elindult a ennek a hűtője, de nincs benne lámpa. 1993-ban a Béke Filmszínház bezárásával a mai rendezvényközpont épületébe került át a mozi, amit ezután rövid ideig Erdei Ferenc és Sipos János üzemeltetett. Innen költözött aztán át jelenlegi helyére, a Művelődési Központ színház termébe. Átkerült a pártházba a mozi, és hát a filmvetítés, a mozizás, és akkor ez a két fiatalember üzemeltette a mozit. Azt nem tudnám megmondani, hogy mettől meddig, mert azt nem tudom. És utána egy idő után ide a műházba átkerült, és akkor onnastól kezdve ez már itt van. Dolgoztam persze sokáig itt is. Mert ahogy kivették a
maszekok, vagy hogy mondjam. Hát gépész csak kellettem, mert ugye nem volt úgy senki. Kis Laci vette át egyszer az üzemeltetést, és az ő vele sokat dolgoztunk, jól is ment a mozi, csak utána már, hogy a pláza megnyílt Debrecenben, akkor már úgy épült lefele ez is. És Kis Laci úgy időbe abba hagyta, és utána Nagy Sanyi vette át, és utána ő üzemeltette. Utána volt még egy szoboszlai mozigépész, aki szintén megpróbálta, de hát már akkor nem ment. Nem ment egyáltalán, mert ugye már bejött az internet, letöltötték egyebek, és akkor már utána nem. Idén februártól, több év kihagyás után ismét Nagyvásznon filmezhetnek a moziba vágyó püspökladányiak a művelődési központban. Érdemes kipróbálni, hiszen a mozi semmihez sem hasonlítható filmélményt, valódi kikapcsolódást nyújt az egész családnak, amivel sem a tévé, sem pedig a streaming nem veheti fel a versenyt. Nagyobb a varázsa, az élményt jobban átadja, ha jó a hangleadás, meg minden, mert ugye már Dolby Stereo-ba vetítettünk, meg mit tudom, és ez már nagyon jó, és hát szóval jobb, sokkal jobb hatása van, kellemesebb. Úgyhogy jobb, mert otthon csak nem olyanna. A mozinak varázsa van, ezt még most is azt mondom, még sokan mondják így, és akivel találkozunk, tudod valamikor régen, nem tudom, milyen jó volt. Így van kikapcsolva.